Alsóházi rangadó következik a női kézilabda NB1 idei szezonjának utolsó előtti 25. fordulójában. A 12. helyezett Békés Csaba a 11. Kisvárdát fogadja. Pontszámot tekintve azonban 13-13 egységnél jár mindkét alakulat. Amelyik csapat győz, az jövőre biztos, hogy továbbra is az élvonalban játszik. Szabó Riárd operatőr kollégám nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a 7.tv kedves nézőit. Kovács Dávidot hallják. Éppen a Kisvárda csapatát mutatják be itt a városi sportcsarnokban, ahol azért szép számú szurkolótábor jött össze erre a nagyon fontos mérkőzésre. Ahogy a vendégek vezetőedzője Józsa Krisztián is fogalmazott, ez a Kisvárda utolsó esélye, hogy saját kezében tartsa a sorsát a bennmaradást tekintve. Ugye februárban nyert Kozár-Bislegy otthonában, azóta 8 mérkőzésen 7 vereség, és csak a Vasas ellen sikerült győzni, akkor hazai pályán 25-21-re. Az alsóházi riválisok közül azonban a Neka és a Fehérvár ellen is vereség, illetve legutóbb a Dunai Várossal szemben sem sikerült pontot szerezni. Egy mai vereség és egy esetleges bravúros Neka siker még nagy bajba sodorhatja a csapatot, hiszen a bogláriaknak kedvez az egymás elleni eredmény. A keretet illetően ugyanazokra játékosokra számíthat Józsa Krisztián, mint az előző Újváros elleni mérkőzésen. Nézzük akkor a hazai oldalt. A Békés Csaba sem gyűjtötte azért villámtempóban a pontokat itt tavasszal, de az utolsó bajnoki szünet óta a Nekát és legutóbb a Kozár-Bislegyt legyőzte. Ezzel megteremtette a lehetőséget, hogy egy mostani diadallal kiharcolja a bennmaradást. A csabaiakra is vonatkozik azonban az, hogy egy vereség esetén, illetve egy Neka győzelem még azért okozhat problémát, de a bográriakkal szemben a csabaiaknak jobb az egymás elleni mérleg, hiszen hazai pályán és idegenben is tudott nyerni Rád Sándor együttese. Az összeállításban van azért változás, Pásztor Bettina betegség miatt hiányzik. A csabai a kapusa kiválóan teljesített a Vác elleni mérkőzésen, úgyhogy ő azért nagyon fog hiányozni a csapatból, úgyhogy várhatóan Szabó Dóra kezd majd a kapuban, aki Kozár-Bislegy ellen beállt csereként, és ha nem is nyújtott kiemelkedő teljesítményt, de a fontos védéseket bemutatta a mérkőzésen, amelyek hozzájárultak a 3 gólos győzelemhez. Találkozunk Andorka Miklós és Hukker Robert, fújja majd a sípot, reméljük, hogy tényleg nem a játékvezetőkön fog múlni a mérkőzés végeredménye. A csatakiáltásokat követően mindenki készen fog állni, akkor kezdődhet majd a mérkőzés, ami a két csapat közös múltját illeti. A csabaiaknak igazi mumusa a Kisvárda, hiszen ugye 10 mérkőzésen találkoztak itt az NB1-ben, és ezeken mindannyiszor várdai siker született, úgyhogy szabolcsiak igazán szeretnek a Békés Csaba ellen játszani. Most az a kérdés, hogy megtörhet-e ez a sorozat. Még egy gyors kép a csapatkapitányokkal és a játékvezetőkkel. Karolik Szabina érkezett vendégoldalról, és Bencsik Girik Szabura pedig a Liláktól. Az előző fordulóban volt kiváló kapus teljesítmény azonban a Kisvárdánál, hiszen Mátéfi Dalba 40 lövésből 17-et hárított a Dunai Város ellen, azzal nem is volt baj, csak éppen a Fehérvár megyeieknél is volt hasonlóan jó teljesítmény, úgyhogy ez megakadályozta a várdaiak győzelmét, így ők tényleg abban a veszélyben vannak, hogy egy vereséggel esetleg bajba is kerülhetnek. A Kisvárda kezdi majd támadással a mérkőzést, az összeállítást tekintve olyan nagy meglepetés nincsen, hiszen Giric, Bencsik Giric Laura és Bencsik Bojana lesz majd a 2-3-as védő. A csabaiaknál Török Fanni és Horváth Gréta, tőlük jobbra, balra pedig
Fátos Özdemir és Kukály Klára. Szabó Dóra tehát a kapuban, ebben sincs nagy meglepetés. Kisvárdánál Mérei Maja, a bal szélső mellette Erin Novák irányítóban. Természetesen már megszokhatták a várdai szurkolók, hogy mi arra ajánlót, egy japán légióst láthatunk. És akkor várdai akcióval kezdődik mérkőzést, vagy szépen lassan mindenkivel megismerkedünk a mérkőzésen. 90-essel Szabó Lili, beállós, és van egy betörés, és van egy szabad dobás. Másik oldalon pedig ugye Karnik Szabinát, látjuk is a szélen, pedig a másik japán játékos, Akiyama. Karnik az első lövéssel, és visszahúzza a rövid sarokba, úgyhogy vezet a Kisvárda csapata mérkőzés első percének leges legvégén. Csabaiak tehát egyet cserélnek, védekezés is támadás között. Bencsik Giric helyére jön Borbé Márta, legalábbis itt a mérkőzés legelején, aztán találkozó közben biztos, hogy lesz változás is. A Csabai B-közép hangolt már a mérkőzésre, ez egy 7 méteres belül védekezésért nem tudott összezárni Novák és Mirai, úgyhogy jár a büntető. Máté Fidalma természetesen vendég kapuban, őt talán még nem említettem, és akkor Özdemir az első hetessel Csabai oldalon. És bent van, megvan az egyenlítés, nagyon fontos volt a jó kezdés, és az, hogy az első büntető sikeres volt, azért Csabai oldalon volt már jócskán kihagyott büntető ebben a szezonban. Nem a legjobb ez a mérleg, de hát kisvárdaiak jóval több büntetőt kaptak, de többet is hibáztak azért. 100%-os arány tekintve is picivel talán jobb a csabaiak kihasználása ebből a szempontból. Egy az egy, és egy gól a rövid sarokban. Novák a szerzője. 2-1 a vendégek javára. Az előző bajnoki mérkőzésen Özdemir 6 gólig jutott Kozárvislany ellen, de csak 12 lövésből volt hibája bőven az irányító átlövőnek. Bencsik Bajála viszont mind a 7 lövését gólra váltotta, és a csapat a legjobbja volt. Nem tudtak vele bírni ott a hármas védők a kozárvislanyi összecsapáson. Passzív játék, úgyhogy most már lassan lőnie kell a csabaiaknak. Egy kemény védekezés is jön, ezért is a sárga lap. Szabó Lili a sárga lapos, és Horváth Gréta jött a szabaddobáshoz, de nem kellett végül segítenie. De ugye így a sárga lappal a szívjáték is törlődött. Borbé megy közelebb, és a kapus lábai között szerzi meg a második csabai gólt, 2-2. Szélre letett labda, és Szabó Dórának megvan az első védése. A szélről Mérainak fog egyet. Szabó Dórának is egy szüksége van arra, hogy jól kezdje a találkozót, az önbizalom szempontjából mindenképpen meghatározó lehet. Egy ilyen jó mozdulat rögtön itt az elején. Török, ez nem ér. Borbé, Horváth Grétának ki a szélre, ez nagyon volt a legpontosabb labda, úgyhogy nem lehetett vele bemenni, Borbénak kellett összeszednie. Török, passzív a játék közben, Özdemir megy föl, de egy személyes blokk ült vele szemben, úgyhogy marad a 2-2-es állás. Horváth Gréta fogadta az ellenfél akcióját, úgyhogy első szándékból nem is tudta végigvinni a Kisvárda, úgyhogy cserél is, a vendégcsapat ugye itt is egy cserével
játszanak a vendégek. Ajadó jön támadásban, Siska Pálma, a védekező ember. Ajadó. Karoliktól kapta vissza, és már vele sípoltak a játékvezetők. Úgyhogy így nem érvényes a gól, mehet tovább, viszont a várdai akció. Ha nem szabadott bántani Novákot, aki be is dobja saját maga második, csapat a harmadik gólját. Már fölösleges lett volna szabálytalankodni, mert csak 2 perc és 7 méteres lett volna belőle. Szépen csinálta meg az 1-1-et. Török. Borbé. Fogadják 8 méteren. A bejátszás nem volt jó. Ez de Vér beállós lábához passzolt. Vére így. Mert a gyors akcióval be is dobja. És ez így már 4-2-es vendégelőny jelent. Vérei a második helyzetét már gólra váltotta. Bár ez jóval könnyebb szituáció volt, hiszen gyors indulásból vihette végig. Ez de Vérnek sokkal jobban kell vigyázni a labdára, nem lehet ilyen rossz passzokat vagy gyengébb lövéseket elengedni, mert az ellenfél ezeket megbünteti. A váciak egy héttel ezelőtt ezt nem igazán tudták. Horváth Grétának véd Máté Fi. Másik szélső is romt egyet, és Máté Fi is elkezdi egy jó védéssel most már a találkozót. Az első 2 lövés neki sem volt meg, ugye volt egy blokkon lelassú labda, azt talán nem írnám be direkt védésnek. És megint nem sikerült faltolni, végigvitte az irányító. Ajánló szerzi az 5. kisvárdai gólt, úgyhogy 2-2 után. Három kisvárdai gól. Gyorsan kell rá válaszolni, nem szabad elengedni az ellenfelet itt a mérkőzés elején. Sokkal jobban kéne vigyázni a labdára. Ilyen hibák nem nagyon férnek bele, mert megint ott a gyors indulás. És a szélről a szélső gól, Akiyama. Gyors indulás végén eredményes 6-2 a kisvárda javára, és nem telt el 8 perc a mérkőzésből. Ez semmiképpen sem jó kezdés Rácz Sándor együttesétől. 2-2 volt még Borbély várta gólja után, az elmúlt jó 4 percet azonban megnyerte 4-0-ra a kisvárda. Úgyhogy adott a feladat, innen kell fordítani a hazaiaknak. Ami kiválóan működött, az a védekezés. A Vác elleni mérkőzésen és összességében azért a az Árvisleg ellen is jól működött. Főleg akkor, amikor ellépett ellenfelétől. Békés Csaba volt már 5 gólos, és a különbség is igazából a hajrában nem forgott veszélyben. A győzelem, Angyela Zsagár érkezik a pályára. Török Fanni helyére, Borbély és Özdemir maradt középen. Arra is úgy gondolom, hogy Özdemir játékában van benne talán ez a szertelenség, vagy kockázatvállalás, ami biztos, hogy jövedelmező lesz. Persze, ha jön jó megoldás belőle, akkor hozhat a konyhára, de mai mérkőzésen, amikor kockáztat, a játékosoknak be kéne jönnie. Ez nem ért forgatja vissza a játékot, Borbé. Bardi
Terem Diarré. Bencsik Giric Laura is érkezett támadásban a pályára. Zsagár megy föl és óriási gólt ragaszt a jobb felső sarokba. Nagyon kellett vár a gól átlövésből. 5 perces gólcsendet zárt le. Zsagár és van egy Szabó Dóra védése másik oldalon. Úgy lehet egy picit közelebb zárkózni. Román Dorina is melegít. Csabai kispad mögött ő is jön majd a pályára. Egy maroknyi várdai szurkoló azért ellátogatott a Békés Csabára elnézést. Biztatva a kedvenceket. És az úgy lesz egy 2 perces kiállítás. Kardik Szabida. Egyet Szabó Lili. Az, aki kimegy, igen, Szabó Lakort már sárga lapja. Úgyhogy neki már nem volt mentség. Borbé arcára mért. Kisebb ütést, úgyhogy megvan az első kiállítás a mérkőzésen. Ember előnyben. Csabai csapat, ezt kell most jól kihasználni a következő. Jó, 2 percben Zsagár megy föl és húzza vissza. Nagyszerű átlövés. 6-4. Módosít ezzel, megfelezi a hátrányát a hazai csapat. Már is picit jobban fest az eredményjelző. Üres kapuval jön természetesen vendég csapat. Így először a pályán 13-assal Ivana Gyatevska. Egy alulra elegedett lövés és az nem volt jó. Üres a kapu, még mindig, nem vállalták el a csabaiak. Máté Fígy vissza tudott érni a kapuba. Nem is kell feltétlenül ezeket elvállalni, ha végviszi az a gárda gólig az akciót. Zsagár, Borbé, és Horváth nem tud vele bemenni. Nagyon fontos lett volna egy jó labda. Főleg ember előnyben lehetett volna egyre zárkózni. Úgyhogy marad a 6-4, és még bőfél perc a kiállításból. Ha a várdaiak okosan játszanak, akkor ezt lepörgethetik itt a csabai kapu előtt. Sőt, van lövés is, és van gól is. Ez így még jobb üzlet volt. Akiyama a gólszerző, ember hátrányból 7-4-re módosít. Zsagár, ez nem ér, nem volt lövőhelyzet, Román Doréna is a pályán először, ezt be lehet vinni, be is lehet dobni. Ez nem ér, most jól választotta meg, a helyzetet nem tette le Kukájnak, hanem bevitte maga, és be is dobta, nem utolsó sorban, második gólja, 7-5, továbbra is Kisvárda jár előrébb, de plusz 4-ről most mínusz 2. Csabai szempontból. Kardik lábához érkezett a labda, nem fújták le a játékvezetők, és nagyon gyorsak a lábmozdulatok, nem tudják lekövetni a csabaiak. Ajánló a gólszerző. Őt mindenképpen kell kapcsolni a csabaiaknak, hogyha eredményesek szeretnének lenni, mert nagyon jól egy az egyezik a Kisvárda. De ebben a fordulóban rendeznek egy NEKA Albafehérvár rangadót is. Itt az alsóházban Román Dorina a gólszerző, aminek még óriási befolyása lehet itt az alsóház végeredményére, hogy kiesik ki az NB1-ből és ki marad az élvonalban. Áll az óra, 12.34 dél, és törlésre van szükség. Szóval időnként majd azért rá tekintünk a többi mérkőzésre is, és főleg csabai szempontból, illetve kisvárdai szempontból ennek van a legnagyobb jelentősége, mi történik Balatonbogláron,
Taneka Alba Fehérvár mérkőzésen. Most egyelőre nézzük az itteni történéseket. Kardik megy közelebb, és egészen Méraig jut le a labda, és ez is bent van. 9-6. Egyelőre Szabó Dórának talán két védés jutott, de egy meglepetéseket nem tudott előre még okozni a lövőjátékosoknak. Négy játékos is most már két gólnál a vendégcsapatban, és ugye Kardik az egy gólos, így jön össze a 9 találat vendég részről. Zsagár! És ugye támadásban tartani kell a lépést, nagyon lehet rontani, ha Várda is szerzi a gólokat. A Váciak a félidő végén álltak nagyjából ennél a gólszámnál, amit most 14 perc alatt a Kisvárda össze szeret, de hát ez egy teljesen más mérkőzés volt, ott mind a két csapat bőven hibázott, ott a védekezésen volt nagyon nagy hangsúly. Tehát a csabaiaknak ezt a jó védekezést kell majd előszedniük mai napon is a folytatásban. Ez eddig nem sikerült. Horváth Kukely! Bet van! Hiába lépett oda Akiyama, de azt nem ítélték belemenésnek, mert a védő már valószínű, hogy inkább belül állt. Ezt a figurát már korábban is láthattuk a csabai lányoktól, most is sikerült egy ilyen szabaddobásnál két szélsőnek megjátszani. Ja, egymást, úgyhogy 9-7, két kettővel jár előrébb fehérmezes szabolcsi rivális. Ismét törlés, lehet, hogy az előbb sem volt teljesen sikeres ez a művelet. Játékvezetők mutatják, hogy hol kell pontosan törölni. Reméljük azért, hogy most sikeresen volt ez a törlés is. Ne sérüljön meg senki, főleg itt a szezon végén. Ezért különösen fontos. Novák teszi tovább, és eljut megint a szélre, és ez is bent van. Egészen elképesztő egyelőre a szélső helyzetek. Akiyama 3-3, ugye Mérai hibázott csak egyet a szélről, így a félidő felénél 10-7-es Kisvárda vezetés. Román. Zsagár. Jön egy falt. Novák lépett fel jól. Román. Ez Demir. Román Dorida ment oda a faltért igazából. Látszódott ez a szándék. Ezt meg is kapta. Lehet előről építkezni. Zsagár. Eltűnt ott Bencsik Baján a hatos vonalon, a játékvezetők ezt nem ítélték szabálytalannak, úgyhogy mehet tovább a játék. Maradt is Piatewska beállóként. A kiállítást követően érkezett ugye elsőként a pályára, és 5-1-es védekezés most a csabaiaktól egy picit megzavarni a belső hármas játékát. Ez egy jó elővételezés csabaiaktól. Elment a labda, az óra nem állt meg. Játékvezetők még egyelőre türelmesek a várdaiak támadás építésével. Szabó Dórának van védése, de lesz egy két perces kiállítás. Török Fanni küldik le a játékvezetők, de úgy ítélik a játékvezetők, hogy ez a lövés már nem befolyásolta, úgyhogy jön a kiállítás Török Fanninak, de a labda a csabaiaké, ez apró öröm marad villamezeseknek, úgyhogy megvan most már az első hazai kiállítás is. A jegyzőkönyvben
Jön is a csere. Özdemir érkezik Szabó Dóra helyére. Pásztor Bettina hiányában, ugye Bedere Domokos, Claudia és Tóth Rebeka, egy 18 esztendős hálóőr a csabai mérkőzés keretben. Horváth Grétának talán be lehetett volna játszani. Most ott van a helyzet Bencsiknél, ő nagyszerű elejt. Folytatja ott, ahol abba hagyta pár nappal ezelőtt a Kozár Miskolc otthonában. 10-8 így. Ez pedig egy emberhátrányos találat így összességében. Van még több mint egy perc csabai büntetésből, úgyhogy ez még... Ott az egy rossz bejátszás, és akkor most nem kell kapkodni. Ha volt rontás emberelőnyben csabai oldalon, ugye Horváth Grétának egy lejátszott labda ment rosszul le, akkor most... Ugye ezt a vendégektől is elmondhatjuk, hogy ez egy rossz bejátszás volt, vagy igazából befutó irányító kapta volna a labdát, de ez volt pontatlan. Lehet egyre zárkózni, egy újabb ember hátrányos góllal esetleg. Van még fél perc a kiállításból, ezt kéne jócskán lefaragni itt a várdai kapu előtt csabai lágyoknak. Román, egy az egyez, de a védekezés vele szemben. Szabó Lili volt az, most passzív a játék. Na itt is ezeket nem szabad nagyon megengedni, mert Szabó Dóra nem fog visszaérni Mérai könnyedén, ez üres kapuba dobja a labdát. Akkor, amikor már csak pár másodperc volt az órán a kiállításból. Az eladott labdákkal csínyán kell bánni, mert az ellenfél kegyetlenül megtorolja ezeket. Mérai is most már Akiyamához hasonlóan három gólnál jár. 11-8. Így ismét lehet faragni abból a három gólból. Román. Özdemir lepörögne a védőjéről, de jó volt a besegítés Siska Pálmától. Zsagár, Máté fi a kapufa segítségével védett, és aztán megvan a kipattanó labda is. És itt is törölni kell. Úgyhogy 19:40-nél áll az óra. Most folytatódhat a játék. 11-8-as és Fárdai vezetésnél jöhetnek a fehérmezes vendégek, és ismét visszaállíthatják az eddigi legnagyobb különbséget, ami ugye 6-2-nél volt. Elkezdődik az utolsó 10 perc az első félidőben. Horváth Gréta, nincs labdaszerzés. Majdnem sikerült kivarázsolni Novák kezéből azt a labdát. Hajádó, fellép rá Román Dorina. Kardik, és ez is bent van. Eddig ma kis túlzással, amit elengednek a kisvárdai játékosok, az bent van. Jelenlévő formát szerintem egész szezonban nem láttunk. Nem láthattak a várdai drukkerek, de ma egyelőre nagyon jól választják meg a lövőhelyzeteket, és pontosan is lőnek. Akkor most jön is a kapus csere, Bader Domokos jön a kapuba, de hát ilyen bejátszásokkal lehet bármilyen kapus teljesítmény, az nem fog befolyásolni kérdéseket. Kukai Klára indult el cserébe, aztán mégis maradt a pályán. Pásztor Bettina betegsége azért nem jött jókor csabai szempontból. Ő egy nagyon passzív támaszt nyújtott az elmúlt meccseken. Román Dorina, ha nem az embert nézte volna, hanem a labdát, akkor meg lehetett volna ez. A labdaszerzés, és most jön az első időkérés vendégcsapattól.
viszonylag nyugodtan beszélgethet játékosaival Józsa Krisztián, hiszen 4 gólos vezetésnél támadhat, akár az 5-ért a csapata. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan kiindulási alaplet, amiből lehet dolgozni a folytatásban. Ami a másik mérkőzést illeti, ott is nagyjából ennyi idő telt el a mérkőzésből. A NEK a vezet 9-8 arányban, ami azt jelenteni, hogy ha így maradnának legalábbis a kimenetelek a két mérkőzésen, akkor 13 pontos lenne a NEK-a is, és a Békés Csaba is. Kisvárda 15-tel már jó helyzetbe kerülne, de ugye a NEK-a és a Békés Csaba összevetésében csabaiak a jobbak, ami az utolsó fordulóban még bravúrt követelne a NEK-ától. Ugye a csabaiak a Budaörs otthonában zárják bajnoki küzdelmeket, de még ebből a mérkőzésben nagyon sok van hátra. Főleg a védekezésen kellene javítani a hazai csapatnak, mert az nagyon nem akar összeállni. Az egy kipasszolt labda volt, Mérai kintről szedte össze, úgyhogy jöhet csabai akció. Harcoljatok, szól a B középtől, rá is fér a csabai csapatra a biztatás. Kell is harcolni ezen a mérkőzésen. Román, Zsagár. Éppen csak megvan Román Dorinának. Ez Demir. Visszafordult ő is. És elveszik a játékvezetők a labdát. Nem nagyon találja a fogást a csabai csapat támadásban. Egy picit lassabban veszik a labdát a lilamezesek, mint fordított esetben. A szabolcsiak pörgősebben veszítik az akciójukat, és lábbal kell jobban igyekeznie a csabaiaknak, hogy le tudják követni. A 6-ossal Kozói érkezett bal szélre. Novák felvarja a jobb felsőbe, és akkor ott van az eddigi legnagyobb különbség. Novák a gólszerző, ő is 3-nál jár, 13-8. 10-8-nál volt esély az 1-re, akkor elszalasztotta a csabai csapat azt a lehetőséget, és most megint egy 5 perces gólcsend, és az 5 perces gólszünet eredménye a -5 megint. És a csabai szurkolók is voltak már elégedetlenek a csapat teljesítményével, és most Bencsik Giricla úrra ellen az ítélet. Egyelőre nem fest jól az első fél idő, de a játékrész hajráját kéne megnyomni. Picit közelebb lépni a fehérvezesekhez, és akkor még lehet egy nagyon izgalmas második fél idő. Borbé most a zavaró ember, Román Dorina helyett. Fárasztó a plusz egyes védekezés. És Madera dobokos! Nagyon kellett, és most kell is a jó kapus teljesítmény. Szabó Dóra két labdába tudott belekapni. Többiből gól született most már. Madera dobokoson a világ szeme. Megint áll az óra. Öt és fél perc van még hátra az első fél időből, megérdemelt Kisvárda vezetés, 13-8. Ezen különbségen kellene faragnia a hazaiaknak itt a fél idő utolsó perceiben. Borbé, kipattanó labda, megvan a Kukely, oldalháló. A csabai drukkerek már gólt ünnepeltek volna nagyon szívesen, de Mátéfi a rövid saroknál talán hozzá is érte ez a labdához. 5 perc van hátra, és nem sikerült közelebb lépni. Juhász Gréta is jön. A
Kisvárdába, egy nagyon fiatal és nagyon tehetséges, válogatottban is bemutatkozó játékosról van szó, úgyhogy nincs könnyebb helyzete a csabaiaknak. Megint gyakorlatilag besétálhatott Ayano, Madara Domokos védése kellett ahhoz, hogy ne legyen nagyobb a csabai baj. Nincsen szívderítő az eredményjelző látványa. Korbi, török, Román, egy váltás, az jó bejátszás, Bencsik-Giric, bent van a kapufáról, bepattan, és akkor most ért véget az újabb, közel 8 perces gól nélküli időszak. Második ilyen rossz szakasza volt a csabaiaknak, az elsőt 4-0-ra, a másodikat 3-0-ra nyerte a Várda, teljesen egyértelmű, miért vezet Kisvárda, és ezért jár majd egy 2 perces kiállítás. Kukai nem tudott gyorsan indítani. Nem sokat töltött a pályán Kovácsik Bianca, aki ennél a támadásnál volt először a pályán. Nem volt jó a passz, ami felé vett, majd aztán ő szabálytalankodott az utolsó pillanatban. Özdemir jött vissza támadásban a pályára. Nézzük, emberelőnyben sikerül egy gyorsan helyzetet kialakítani. Töröknek kellett bravúrral összeszedni ezt a labdát. Lekerül a szélre a labda, és megint a kapufáról befelé pattan. Szondi Zsófia, ha már pályán volt, akkor be is dobta. 13-10. Na itt a fél idő hajráját, ha sikerülne megnyomni, vissza lehetne zárkózni az ellenfél sarkába. Most a két kapufáról bepattanó labda csabai oldalon, mindenképpen pozitív, hogy az a hazai kapufa segített. Juhász Gréta bent van. Följebb kellett volna lépni egy picit csabai védőnek, ez nem történt meg. A játékos ki is használta ezt a lehetőséget. Ember hátrányos várnai gól, 14-10. Ezt most nagyon gyorsan még gólra lehet váltani, van fél perc. Kiállításból török indul el, kipattan, de Szondi összeszedi legalább. Borbé, bent van. 14-11 így. Borbé második gólja a találkozó. 2 perc van hátra az első fél időből, még egy pár másodperc a kiállításból. Mi a másik találkozót illeti, ott is a fél idő hajrája, ott fehérvári vezetés, ami jelen pillanatban csabai bennmaradás jelentene, hiszen hiába jönne kisvárdai bravúr és egy hazai vereség, annak a veresége is jó a csabaiaknak. Tovább a játékidő, kiegészült a Kisvárda mindeközben. Kardék. És Juhász Grétának óriási hely, de hol voltak a csabai játékosok? Ez így óriási hiba. Egy váltás is. Gyakorlatilag besétálhatott Juhász Gréta. 2 lövésből 2 gól. Csereként beálló Juhásztól. 15-11. Így kezdődik az utolsó perc az első fél időben. Ugye a második játékrész majd a csabaiak kezdik. Úgyhogy most egy szerzett góllal, a második fél idő elején egy jó kezdéssel lehet ne közelebb lépni. De hát egyelőre ez az üldöző szerep jót a csabaiaknak. Török Fannival szemben a szabálytalanság. Máté Fé nem volt előzékeny. Nyilván vezet a csapata, ez valamilyen szinten érthető. És
Csabaia kell el az ítélet, és maradt még 14 másodperc. Kell egy falt Csabaiaktól. És nincs falt, hanem van gól. Egészen hihetetlen, úgyhogy ez zárja le az első fél időt. Ajánó nem sikerült megállítani az első fél időben a vendégjátékosokat, és jól tükrözi az első fél időt, ez az utolsó pár másodperc. Ajánó zárta le az első játékrészt. 16-11, így a Kisvárda javára van honnan javulni a csabai csapatnak. Innen jövünk a második fél idővel. Indult tehát a második félidő, 5 gólos kisvárdai vezetésről. Ami a statisztikát illeti, a lövési hatékonyság és a fédési mutató is hasonló mindkét oldalon a csabaiaknál. Azonban több eladott labda és több technikai hiba, ami nem nagyon fér bele. Ugye ezek után azért jöttek gyorsindítás gólok is a vendégcsapattól, úgyhogy ezeket el kell majd kerülnie a csabaiaknak. Majer Szabina érkezett a második félidőre a csabai csapatba támadásban, és ugye Gyimesi Kitti ugye nem kapott szerepet az első félidőben, a védekezésből azért ő is hiányzott, azt arról nincs információm, hogy betegséggel küzdele, de szerencsére nem, mert jön a második félidőben majd védekezésben, és közben Özdemir gólra váltja a büntetőjét, úgyhogy ezzel 16-12 jobban kezdi, góllal kezdi minden esetre a második félidőt. Hazai Gárda a másik találkozón, az Albafehérvár vezet 1 góllal a szünetben, úgyhogy az csabai szempontból kedvező bállás, ami a bemaradásért hívott csatát illeti. Kisvárda nagyszerű támadójátékot mutatott be az első fél időben, azok után, hogy az előző fordulóban összesen az egész mérkőzésen 18 gólig jutottak, most egy fél idő után 16-nál tartottak, és most Juhász megszerzi a 17. gólt is. Szépen elosztották egymás között a vendég játékosok a gólokat. Két japán játékos is összesen 6 góllal terhelte meg a állót, de Juhász Gréta is jól szállt be a kispadról, és most is gólt szerzett rögtön a második félidő legelején. Úgyhogy felvonadva a lecke a csabai csapatnak, ha nem szeretne várni ennek a vereségére. Zsagárnak az előkészítés is, az bizony pedig kapussal együtt ment a kapufára, úgyhogy nincsen 13. csabai gól, marad az 5 gólos különbség. Ugyan ez egy olyan előny, mivel a második fél időben nyugodtabban játszhat Kisvárda, és kicsit higgadtabban is szövegetheti az akciót, de hát egy bejátszással rögtön jó helyzetbe kerültek, hiszen ott is van a büntető. Kardik Szabina jön. Hát esesz, és hogyha gólra váltja, akkor megint meg lehet fogalmazni azt, hogy az eddig a legnagyobb különbség a mérkőzésen. Márpedig bedobja a Szabó Dórának, visszatért a kapuba. Úgyhogy 6 gól, Kisvárda előnye, ez még nem volt. És ha már említettem ezt a közös múltat, egyelőre ma sem a kedvenc ellenfele. Ma sem lép a kedvenc ellenfelek közé a Kisvárda csabai részről, legalábbis jelenállás szerint. Robán. Özdemir, Siska Pálmát figyelmeztetik a játékvezetők, Majer Szabina dolgozik ott beállóban. Román, Zsagár, lejut a szélre a labda, az egy jó helyzet és egy gól is. Horváth Gréta a szerzője, 18-13 az egy szempontból. Ezért ez nincsen túl bíztató, de legalább megvan az újabb találat és támadásban, és elindul a szekér, de hát először a saját kapu előtt kellene javítani a teljesítményen, vagy várni, kikényszeríteni ilyen hibákat, mint amilyen ez volt. Elpasszolt labda,
visszarendelte a játékvezető. Nagyon precízen dolgoznak a bíró sporttársak. Nézzük a csabai akciót minden esetben. Román! Kovács Gréta esett be, hatoson belülre. Nem volt jó a bejátszás egyébként Herr Szabina felé. Román, ez nem ér, nem ment be. Egy pici folyosó nyílt csak. És nincs meg a labda. 5 perc telik el a második félidőből. És maradt a félidei különbség. 2 gól itt, 2 gól ott. Karli. És 7 méteres. Nagyon lassan reagálnak a csabaiak. Juhász Grétával szemben kellett volna gyorsabban védekezni, lábbal oda zárni. Ez nem sikerült. Kardik Szabina az újabb büntetével, és az is bent van. 19-13. Kardik 4 gólnál tart, mind a 4 lövését értékesítette eddig. 2 akcióból, 2 pedig hetes vonalról. 6 gólos hátrány. Nehéz helyzetben a csabai lányok, mert a játék képes-e azt mutatni, hogy lenne a zárkózás csabai oldalról. Ez most mindesetre ismét egy lehetőség. Juhász Gréta rántotta vissza Majer Szabinát, teljesen egyértelmű a 7 perces kiállítás. Nem tudom, hogy mit, hogy miért értetlenkedett Juhász Gréta, ez azért elég egyértelműen látványos szabálytalanság volt, és akkor csere a kapuban kezdett Szedra Sarács erre a hetesre. Özdemir ezt is bevágja. 3-3 a büntető vonalról, ez mindenképp jó információk, vagy pozitívumok közé tartozik, 19-14, de ezt az emberelőnyt most jól kéne lehozni az a oldalról. Érkezett a pályára, és Erin Novák 10-essel. Karrik nagyon bemutatta a paszt, és nagyon elment rá az egész védelem. Hát így szinte lehetetlen lesz a felzárkózás, hogyha ilyen egyszerű játékokkal megverik csabai védelmet a várdaiak. Gyakorlatilag mindenféle ellenállás nélkül szerzi a góljait a kisvárda egyelőre. Hiszen 38. perc, és már 20 gólnál tart. Szabolcsi együttes, ez így folytatódik, akkor 30 felett lesznek a meccs végére, és akkor itt nagyon szoros eredmény nem fog kialakulni, főleg ha ilyen rossz bejátszások jönnek. Közben a másik találkozón jól kezd az Albafehérvár a szünet után, és 4 góllal vezet. Jelenleg az egyetlen jó hír, az nem ebből a csarnokból érkezik csabai csapat számára. A NECA is elég nagy bajban van jelen pillanatban. Ajadó. Passzív játék, Ajadó elindul, és ez is büntető lesz. Most ez Debírrel szemben az ítélet. És mindez akkor, amikor éppen lejár a kiállítás, úgyhogy éppen talán már nem ember hátrányból szerezhet gólt. Mennék csapatom, de erre dobogos ismét. Csabai kapuban erre a hetesre, de ő sem tud védeni. 21-14, nagyobb magabiztos kisvárdai vezetés. Sok mindenre számítottunk a mérkőzést megelőzően, talán erre a legkevésbé, hogy ilyen nagy lesz a különbség csapatok között. Az, hogy vezet a kisvárda, az még talán bedőlne itt a 39. percben.
hiszen szoros mérkőzésen az is benne van, de hiszen maga biztos játék eddig a Várdától, és Csabaiak inkább csak vergődnek, mint védő, mint támadó oldalon. Zsagár most kap egy blokkot. Hardik Szabinától. Román. Ez Debi. Szabó Lili. Rántotta le az ellenfelét. Nyilván Gyimesi Kitti az első fél időben nem védekezett, tehát hogy függetlenül, hogy most pályára lépett, nem 100%-os, de ő hiányzott a védekezésből, és Pásztor Bettél a kapus teljesítménye is nagyon hiányzik. Csabai együttesből Majer Szabina ezt most megfogja, és be is dobta. Ez a 15. Csabai gól, de ez csak arra elég itt a 10. percben a második fél időben, hogy 6 gólra csökkentse a különbséget. Ez egyelőre nagyon magabiztos Várdai teljesítmény, és a jó 10-12 fős vendégszurkoló sereg lehet boldogabb itt a 40. perc tájékán. És megint Mitkés a vajban egy lövőcsel után Kardik végig tud menni, és bedobja, lemarad a játékvezető. Megnézte, majd nem állította meg a játékot, de a Csabaiak nem bírják gyorsan végigvinni az akciót. Kardik, ha már visszatért, akkor most lehet ápolni 2 percig, mert amikor visszafut, akkor letarolja Román Dorinát, Rácz Sándor pedig ezzel együtt ki is kéri az idejét. Hát van mitről beszélgetni, mert nagyon megy Csabaiaknak a játék. Kardik Szabina 5 gólnál jár a második fél időben. Nagyon magabiztosan játszik. A Csabaiak mestere nem lehet elégedett egyik játék elemben sem. Még talán a 15 lőtt gól az egy szorosabb állásnál kevésbé tűnne fel az embernek, de így, hogy 22 kapott, gól volt 40 perc alatt, az azért nagyon feltűnő különbség. A második fél időben azért a kevés hatékonyság is visszaesett Csabai oldalon, míg azért a kisvárdaiak nem nagyon estek vissza. Zsagár az időkérést követően minden esetre egyet szépít az állásod. Ezzel a 3. gólját szerezte az átlevő 22-16. Jócskán le kéne húzni a rolót most már hátul, hogyha ebből még szoros meccset szeretne csinálni Békés Csaba. Most Özdemir az a varó ember. Ugye előhúzta ezt a 1-es védekezést Rácz Sándor az első fél időben, és azt csak ilyen közel állította meg Kisvárdát, és most is kiszorított helyzetből Bucsi Lili, a korábbi csabai játékos megérkezett támadásból, és ha már ott volt, akkor ő is gólt szerzett. 23-16. Bucsi Lili első szezonja a Kisvárdában, ugye az előző idényt még Békés Csabán töltötte, de nem hosszabbította meg a szerződését. Zsagár most az, aki egy picit tudott lendíteni a támadójátékon legalább. Azért az sem mondható, mert ellenállhatatlannak. Itt inkább a védekezés az, ami nem működik, és a Radomokos is gólt kap. Szinte
védekezés nélkül, meg védés nélkül még a Kisvárda ellen is nagyon nehéz mérkőzést nyerni. Főleg Eber hátrányból szerzett könnyedén gólt Kisvárda. Zsagár, Majer, az bent van, tehát amíg hátul nem állnak össze a dolgok, addig ezek csak olyan gólok, amelyek a különbséget nem hízlalják tovább, de közel nem tud lépni a csapat. Bocsival szemben a lökés. Már a szabad dobás. Bucsi, az lassú labda volt, szélső felé, Szondi, végigviszi, hogy aztán a kapufát találja el. Ezeket a lehetőségeket ki kellene használni, pedig érkezett közben Máté Fihelyére Sarács is, a József Krisztián sem elégedett a kapus teljesítménnyel. És az is bent van. 25-18. Makozói is beköszön. Borbé Márta érkezett vissza támadásban a pályára. Zsagár. Ő a második fél időben megtalálta lehetőségeit. Most bejátszotta volna a befutó szélsőnek. Szondi van szemben, azonban jött egy szabálytalan mozdulás. Eltelik a második fél idő fele is, és nemhogy közelebb lépett volna Békés Csaba ellenfeléhez a fenidei 11-es állásról, hanem még az 5 gólhoz hozzátett 2-t. Kisvárda, Horváth Gréta, ő sem lövi be. És még a két szélsője is ront Csabai csapatnak. Így aztán tényleg a lehetetlen kategória ezt a mérkőzést szorossá tenni. Itt egyelőre annak a veresége az, ami az egyetlen vidám dolog ezen az estén. Most van egy kemény szabálytalanság Török Fanditól, hát ebből kellett volna sokkal több eddig. Ebből nem nagyon láttunk semmit. A törlés után folytatódhat csak a játék, 46. perc, 25-18-ra vezet. Várva. És átlét labda a másik szélre, és van egy madaradomokos védés most. Csak hát ez is kicsit későn érkezik. Cserélnek a csobaiak közben támadásban. Oké, Klára jön. Sőt, megpróbálkozik a 7-6 elleni játékkal is támadásban rá. Sándor, hát valóban veszíteni való már nagyon nincsen, mínusz 7-nél. Zsagár Bencsiknek a bejátszás, Bencsiknek a gól. A szép játék volt, 25-19. Második gólja a beállósnak.
Ez nem ír továbbra is a zavaró ember. Török Fadi most lábbal jól kevette le az emberét, passzív játék. Bucsi. És kiszorított szögből visszahúzza a rövid felsőbe. Egészen elképesztő. Aki a gól szerző. Szinte kivédekezett akció nélkül. Lehetetlen ez a küldetés. Akiyama is most már 4 gólos. Zsakár fölmegy, Zsarács védi. Igen, 7 a 6-nál talán nem az lenne a legegyértelműbb első akció ötlet, egy átlövés, hanem szépen széthúzni a falat és úgy bejátszani beállóba, vagy esetleg ki a szélre. A Zsagártól ez most egy elkapkodott befejezés volt. Ajánló. Lejut a szélre, az is bent van. Makózó is. A második gólját szerezte. Ez így azért elég rosszul fest hazai pályán. Srác Sándor kért volna időt, ha ez történt volna, de nem, egy kendő került be a pályára, ezt jelzték a játékvezetők. Nyolc gólos kisvárnai vezetés. Tényleg sok minden eszükbe juthatott. Párosítás hallottál, de hogy most a várai siker lesz, azt gondoltuk volna. Az megvan, Kukai Klára a gólszerző. 27-20. De tényleg itt az marad a csabaiaknak a következő percekre, hogy legalább tisztes eredménnyel zárják ezt a találkozót. Ugyan a fordítás gyakorlatilag csata kategóriába tartozik, hiszen lassan az utolsó 10 perc kezdődik. És az is bent van. Makó is. Önbizalom. Terén rendben van, ami labdát kapott, azt kibéletlenül bevágja. 28-20. Három gólos bal szélső. Majer Szabina akaszkodott ott össze. Novákkal. Azt mutatja a szlovén játékos, hogy vissza nyúlt még. Majer. Utolsó 10 perc indul a mérkőzésen. Fölényes várnai elődél, Zsagár a kaput sem találja el. És akkor legalább egy debütánst köszönhetünk a pályán, hiszen Tóth Rebeka, 18 esztendős utánpótlás játékos, először a pályán felnőtt belül csapatban. Bucsi. És meg is van az első védés. Megint áll az óra. Labdát kell megtörölni. Bő 9 perccel a vége előtt. A Fehérvár továbbra is vezet, úgyhogy
a Gyenge Csabai teljesítmény ellenére. Másik oldalon jó eredmény születhet. Zsagár. Borbély nem tudta Bucsit megverni egy az egyben. Zsagár. Özdemir, ő is kapu mellé lő. Hát most már kaput sem találják el a hazaiak. Úgy még aztán védeni sem kell az ellenfél hálóőrének. A csabaiak utánpótlás játékosai szép számmal vannak itt a mérkőzésen, és éppen Csabai, fiatal Csabai kapust éltetik, aki ezt a második lövést nem tudja védeni, 29-20. Az pedig támadó szabálytalanság. Az üres kapu, pedig már nem üres, mert ott van a labda a hálóban, ott pihen. 29-20. Pontosabban ez már a 30. találat volt. A csapai szurkolók segítettek ki hirtelen. A szurkolók minden esetre nem elégedettek. Finoman szóval sem a csapat teljesítményével. Makó Zoé volt egyébként az, ki ezt az egész pályás sertérférrel engedett találatot szerezte. Borbé a faltal együtt. Most bedobta. Mindenesetre a csabai drukkerek nem rejtik véka alá a véleményüket a mai teljesítménnyel kapcsolatban. És időt kér Józsa Krisztián. Ő azért elég élettebb lehet csapata teljesítményével, hiszen mind támadásban, mind védekezésben jól teljesített a csapata. A Sajoba Gabi biztosan vezet a hajrához közelítve, nem forog veszélyben a csapat vezetése. És már csak 6 perc, 58 másodperc maradt, és a csabai B-közép kivadul a mérkőzésről. Ez azért jól mutatja az elégedetlenséget a csabai drukkerek részéről. Nem nézik tovább a csapat szenvedését, hát így tényleg keserédes lehet a bebaradás, ha legalább ez meg lesz itt a szezon végén. Bucsi. Ez is bent van. Dovák a gólszerző, ugye, neki az utolsó fordulóban a Vác otthonába látogat, azért nagyon kevés esély van pontszerzésre. Török harcol ki egy 7 méterest mindeközben. Beszél is kevesebb a mérkőzés, Özdemir jön, Mátéfi a hetesnél, és mit a kapuban, kivédi, és a kipattalót is. Özdemir eddig legalább a büntetőket hibátlanul dobta, most még ezt sem sikerült értékesíteni. Marad a 31-21.
teljesen megnyitotta a védekezését a Csabai csapat, és még nem is pattan vissza a labda, egészen hihetetlen, Borbély kezéből pörgött ki. 32-21. Akiyama volt a gólszerző. Törökkel szemben a fal. A betörés után jár a büntető megint csak, de ha hát ez sem sikerül gólra váltani, akkor büntetőt is be lehet fújni. Borbély legalább javít most. Egy egészen picikét. Ez betikáz az eredmény, de az eredményen elnézést, de szóval minusz 9 vagy minusz 10, az majdnem mindegy, kis túlzással. Tud, mehet tovább. Horváthnak az ígyszer, Bátéfi. És az már nem érvényes. Végig sétál, megint csak Ajadó, és ezt is bedobja. És 33-22, bár tényleg a csavaiak is inkább a lefújást várhatják. Teljesen megérdemelt és nagyon fölényes kisvárdai vezetés. Román Doréda válaszol mindeközben, nem dobta el Gyatevszka a labdát, nagyon megfontoltan. És ugyan most jelen áll szerint nagyon úgy tűnik, hogy ez az eredménnyel is bennmarad Békés Csaba az NB1-ben, de azért a szurkolók még csalódottan vették tudomásul ezt a mai teljesítményt. Három gól, a Szalbafehérvár elénye jött, még több mint 10 perc van hátra mérkőzésben, úgyhogy még nem dölt el semmi, Bajer lövése sem megy be. Teljes blokk Csabai oldalon. A második fél időben most már még támadásban sem ment a játék. Még az első fél időben csak-csak lehetett látni villadásokat. Második fél időben már az sem működött. Egy újabb Makó gól. Ő tényleg önbizalom növelő mérkőzésnek foghatja fel ezt a találkozót, hiszen már emlékeim szerint 6-6-nál jár. Volt szabálytalan Borbélyel szemben. Bencsik Bajáda bedobja. 35-24. És így kezdődik majd lassan az utolsó perc. Egészen érdekes mérkőzés itt a végére. Nagyon magabiztos kisvárdai győzelem. És ezzel Szabolcsiak és megőrzik az első osztályi tagságokat, a csabaiaknak is kedvezően alakul, legalábbis jelenállás szerint a Nekafehérvár mérkőzés, és még ezt az ejtés is kifogja Mátéfi, bár talán ebben a helyzetben nem feltétlenül az ejtést kéne választani, nem úgy áll a mérkőzés, hogy ejtegetni kellene az ellenfél kapusát, de ez a végeredményt azért
nem befolyásolja. És még egy nagyszerű átlövés gól. Novák és betalál, 36-24, kiüti a Békés Csabát a Kisvárda, hiszen elképesztő különbség lesz itt a végén, és Várdaiak tényleg ünnepelhetik a bennmaradást. A csabaiaknak erre nem sok örömük van, nem sok okuk van az örömre. A fehérmezesek nagyon megérdemelten győztek mindkét kapu előtt. Remekül teljesítettek. Míg a csabaiak sem védekezésben, sem támadásban nem nyújtották azt a teljesítményt, amit terveztek. A Kisvárda minden posztról jobb teljesítményt nyújtott, kapus teljesítmény kifejezetten jó volt Kisvárdánál. Csabai oldalon Pásztor Bettina hiányában ezt nem nagyon sikerült megoldani, de hát a védekezés sem úgy működött, ahogy kellett volna, úgyhogy nem volt esély így a szoros mérkőzésre. A Fehérvár egyelőre vezet, úgyhogy valószínűleg ez a csabaiak bemaradását is jelenti a szezon végén, de ez a teljesítmény egészen gyenge volt most csabai csapattól. Még egyszer a végeredmény, Tapa Békés Csabai előrenkelse, Kisvárda Mastergódese 24-36. Köszönöm a nézőkbe tisztelő figyelmét, viszont látásra, viszont hallásra.